Jó estét kívánok, szervusztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien elfogadták a meghívást a Scrutonba, és beszéltünk kézilabdáról. Nagyon aktuálisak vagyunk, hiszen zajlik még javában a kézilabda Európa-bajnokság, és Kocsis Mátét, Magyar Kézilabda Szövetség elnökét köszöntöm tisztelettel. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, a kormánypárt parlamenti frakcióvezetője is. Ezt tegyük hozzá természetesen a bemutatásnál, illetve Juhász Istvánt, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai bizottságának elnökét, ismert régi kézilabda szakembert. Velük beszélgetünk egy olyan helyzetről, ami mindannyiunknak fáj, és mindannyian reméljük, hogy lesz jobb, mert hogy hazai rendezésű kézilabda Európa-bajnokság zajlik, és erre készültünk évek óta, és mindenki tudja, aki a sportban dolgozik, és a sport érte ezt, hogy ez mindig egy külön ünnep. Itt Borbála, egy régi televíziós kolléga sminkelt engem, és hogyha most őt mondhatom a nép hangjának, akkor azt mondta, hogy néztük a második meccset, és hogy az annyira izgalmas volt, és hogy milyen sajnálatos, hogy nem sikerült tovább jutni a magyar válogatottnak a csoportból. És ez a sajnálatos szó, szerintem ez a jó hozzáállás, valóban sajnálatos, mindenki tudja, hogy a kézilabdában és minden labdajátékban egy hazai rendezésű eseményen több tízezer néző előtt, este főműsoridőben egy sportág következő 10-20 éve alapozódhat meg egy jó szerepléssel. Ez most elmaradt, és gondolom, hogy nem csak én, nem csak Borbála, nem csak sokan, hanem Kocsis Máté is elégedetlen és szomorú. Lesz is jó estét kívánok, és köszönöm, hogy meghívtak, megtisztelnek a figyelmükkel. Remélem, ezt fönn is tudjuk majd tartani a végéig. A összességében, hát nyilván a sajnálatos egy jó szó, de én elsősorban azokat sajnálom, azokat a magyar szurkolókat, akik megvették a jegyüket, szurkoltak, vagy leültek a tévé elé, szurkoltak, és csalódottan álltak onnan föl. És azokat a játékosokat sajnálom, akik elsétáltak életük nagy lehetősége mellett. Hát azt, bár nagyon jók a mutatóink az Európai Kézilabda Szövetségnél, de azt majdnem bizton állíthatom, hogy ennek a csapatnak az életében többször nem fog előfordulni, nagy valószínűséggel, hogy hazai rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon vegyenek részt, amit azért is bánhatnak, mert egyrészt egy meghatározó élmény lett volna, másrészt a hátralevő karrierjük elképesztően nagyot épülhetett volna belőle. Én személyesen napokig nem tértem magamhoz, és ezzel sok munkatársam így van. Talán elég zárt a közeg ahhoz, hogy elmondhassam, hogy 5 évet és 8 hónapot dolgoztunk azért, hogy itthon az ország történetében először hazai rendezésű EB legyen. A pályázat elkészítésétől a Glasgow-i 2018-as odaítélésén keresztül az infrastruktúra megépítése, a szervezés lebonyolítása is, minden emberfeletti energiákat fektettek bele rengetegen abba. Gondoljanak csak bele, hogy a budapesti helyszínen 7000 ember dolgozott, hogy minden jól menjen. Emberfeletti energiák mentek ebbe bele, majd amikor eljött a pillanat, akkor a csapat nem jutott tovább a csoportkörből. Itt szeretném megjegyezni, hogy én önmagában azt nem tartom a sportban problémának, hogy 31-30-ra elvesztettük az izland elleni meccset. Izlanddal játszani egy kiki meccset, az szerintem az egy jó dolog. A sport az meg olyan, hogy egyszer kijön a lépés, egyszer nem. Ha Bóka Bendegúz rálép a vonalra, akkor nem gól. Ha Lékai Máté kihagyja az utolsó helyzeteit, akkor kikapunk egy góllal. De Izland nem megalázott bennünket, nem rongyá lettünk verve, hanem az történt, hogy nem jött ki a lépés. Tavaly a VB-n kijött. Itt nem jön ki, azt tudomásul kell venni, hogy a sport ilyen. Játszottunk 3 nagyon jó meccset, 4 meccset még játszhattunk volna. Soha nem szoktam mondani, de azért sok aspektusa van a kiesésünknek. Ez 4 teltházas mérkőzést jelentett volna még, sőt, még holnap is játszanánk egyet. Ami annyi sportélmény, ami annyi egyszerre szurkoló magyar, ami annyi magyar szív, és annyi gyerek vagy fiatal, aki elhatározza, hogy ezt a sportágat akarja üzni. Tehát jóval nagyobb a veszteségünk annál, mint hogy nem jutottunk tovább a csoportból, de természetesen ez fáj a legjobban. Gondoljanak bele, hogy van majdnem 6 év munka valamiben, és egyszerűen eljön a pillanat, és pont a kirakat az betörik, vagy hogy kell ezt képiesen mondani, ha már elkezdtem a képet, be is fejezzem.
Ugye rengeteg nézőpontja van ennek a kiesésnek, és nem csak a szakmai, és nem csak a kritika. És ezt most úgy mondom, hogy a beszélgetés jelentős részében ennek ellenére a problémáról fogunk beszélni, de azért ezt el kell mondani, és tudni kell, hogy itt épültek létesítmények, itt több mint 20 ezer ember volt kint azokon a mérkőzéseken, ahol a magyar válogatott játszott. Tudni kell, hogy ebben a csarnokban lesz még nagyon sok jelentős esemény, nagyon sokan összefogtak azért, hogy ez megvalósuljon. Tehát lehet mondani a pozitívumokat. Ennek ellenére ugyanez egy kötetlen kávéházi beszélgetés, de azért a felelősség kérdését föl kell vetni. És mint elnök is föl kell vetni neked, és valahogy a sportág miatt, és emiatt a csapat miatt, amelyik egyébként azt hiszem, hogy akik értenek a kézilabdához, tanúsíthatják, nem véletlen, hogy mindenki, Mocsai Lajosra, a norvég szövetségi kapitányig azt mondták, hogy négy közékerülésre esélyes ez a válogatott. Tehát, hogy ez a válogatott itt van, velünk lesz, tehát az ő érdekük is, hogy komoly szakmai elemzés szülessen, és ez vezetői feladat is, ha jól gondolom. Bocsánat, majd a Pista is erre már, vagy ehhez már hozzá fog szólni. Utaltam rá az előbb, hogy szerintem a mi bajunk nem az, hogy elvesztettük az Izland ellen mérkőzést. Az probléma, meg rosszul esik, de nem ez a gond. Még csak nem is a holland meccs a gond. A gondunk, a problémánk sokkal hátrébb vannak. Sokkal messzebbről indulnak a magyar kézilabdázás problémái. Ezek egyébként jelentős részben az elmúlt években, ha jól néztem a szakmai vitákat, egy részük szőnyeg alá lett söpörve, mondván, hogy az EB előtt ne okozzon indokolatlan feszültséget. Ugye ez a sportág nagyon sok vitától terhel. Valóban igaz, hogy van nálunk egy világos munkamegosztás, ezt közvélemény számára ismert. A fehér vonalon belül a 20-40-en a pályán a szakági alelnökök, a górék, ők döntenek, ők neveznek ki, ők hoznak bármi nemű döntést, ők felelnek. A fehér vonalon kívül pedig az MKS, illetve annak a vezetősége, köztük velem. És itt nagyon sok terület van, nemzetközi, a TAO, az infrastruktúra fejlesztés, most nem is akarnám terhelni ezt a beszélgetést vele. És az az igazság, hogy amikor a felelősség kérdése szóba kerül, akkor ezt is meg kell nézni, hogy mi történt. És sokat gyára mondom, pedig kevésbé lényeges, nem az Izland meccse mi történt, amúgy mi történt. Mert azt én nem vitatom el, ott voltam, láttam, mint ahogy valójában valószínűleg önök is, hogy a fiúk a szívüket, a lelküket kitették a pályán. A holland meccsen talán nem annyira, de a portugál meg az izlandi meccsen ez már elmondható volt. De a kérdés nem ez. A kérdés az, hogy előtte, az előző egy-két évben kitették el a szívüket, lelküket, vagy mindenki, akinek ki kellett volna tenni a szívét, lelkét, a szakmában, a szakmai részben, az megtette. Mert akik szervezték az EB-t, akik összehozták az összes létesítményt, akik pályáztak, azok láttam, hogy kitették a szívüket, lelküket. És én megnéztem egy pár adatot, és az az igazság, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az előző egy-két évben mindenki kitette a szívét, lelkét. Nem tudom, hogy ezek most itt relevánsak lehetnek-e, de megdöbbennének rajta. Néhány dolgot hadd mondjak, én sokat Pistával is sokat bújtuk a statisztikákat, meg most az elmúlt napokban sok éjszakám ráment. Rengeteg van ebből, ez az egész itt az. De néhány dolgot hadd mondjak önöknek, hogy mi a mi problémánk. Ugye a legerősebb lövők között nincs magyar játékos. Nincs a 15-ben. A leggyorsabb sprint teljesítmény, egyébként egy ukrán fiú, egy Artemenko nevű fiú 31,8 km/órás sebességgel fut. Az első 30 között nincs magyar játékos. Ugye ezek azért érdekesek, mert ezek nem véleményeken meg indulatokon alapszanak, hanem tényeken, és a számok nem hazudnak. Az átadások száma és eredményessége, és passz, van egy Martins nevű portugál gyerek, az 99,5%-os pontossággal passzol. Nincs magyar játékos a legjobb 30 között. A pályán töltött idő, ami szorosan összefügg az erőnléttel, persze a taktikával is, de az erőnléttel is, nincs magyar játékos az első 30 között. A legnagyobb távolság, tehát kifutja a legtöbbet, kibírja a legjobban, szintén erőnléti kérdés, nincs magyar játékos az első 30 között. A legtöbb assziszt. Nincs az első 40-ben magyar játékos. A legjobb védők,
nincs az első 30-ban magyar név. És a Székely Marci, a kapusunk, ő a 17. lett a kapusok között. Egy mutatóban végeztünk dobogón, a harmadik helyen, ez a piros lap, sárga lapok és kétperces kiállítások tekintetében. És ebből van rengeteg. Ebből van rengeteg, nézegetjük is a Pistával őket. Most csak azt szeretném önöknek mondani, hogy ebben a relációban nagy dolog, hogy a 15-ek lettünk. És az is tény, hogy nem csoda, hogy meglepett mindenkit, mert nem ezt gondoltuk eddig a csapatról. De ezek a számok GPS-es és szenzoros eszközökkel mért, ez az Európa-bajnokságok bevett gyakorlata, minden számadat, labdasebesség, minden követhető, nem hazudnak. Tehát az az igazság, hogy sokan mondják, hogy a válogatottban nincsenek fölkészítve a játékosok, de hát például erőnlétet nem a válogatottban kell szerezni. A válogatottban a fejeket lehet rendbe tenni, kicsit a mentalitáson talán lehet javítani, abban sem hiszek, de azon meg lehet próbálni, meg a taktikát már lehet sajátítani. De az erőnlétet a klubokban kell szerezni. Most csak ez a felelősség kérdésére válasz. És a következő hetekben le fog zajlani a kézilabda szövetségben egy folyamat. Az ugye egy átfogó, értékelő, elemző folyamat. Ma volt egy elnökségi ülésünk, ahol ennek a sarokpontjait megállapítottuk. És két dolgunk van, egyrészt még zajlik az EB, és becsületesen házigazdaként be kéne fejeznünk, hogy ott ne legyen semmi probléma. Tudom, hogy innen nem látszik, de azért az óriási meló, amikor ennyi ember egy helyen van, és az EHF által előírt összes szabálynak mindig be kell tartódnia, már ha létezik ez a szó. Emellett el kell indítani egy folyamatot, ami nem az EB-t értékeli, majd az is fontos lesz. Meg kell hallgatni a Gulyást, meg a Csemát, hogy mi történt. Van egy csomó embernek, olvastam a cikkekben is, sok sportújságíró vetette föl itt a időkérések. Tehát van egy csomó dolog, azt majd ők elmondják, hogy mi miért történt. De az egész mögé kellene nézni. És szerintem ennek az elemző értékelő munkának, ma úgy is döntöttünk az elnökségén, hogy el kell kezdődnie, le kell folynia. Ha ez megvan, utána ki kell porciózni a felelősséget. Ha van struktúrális felelősségünk, vagy van nekem is a struktúra kialakításában felelősségem, akkor azt természetesen el kell vállalni mindenkinek. De egyenlőre, ugye egy dolgot nem szabad csinálni, bocsánat, azonnal abba hagyom, indulatból döntéseket hozni. A meccs után mindenki, ha jól láttam, Nagy László fejét követelte. Ez első indulatból, meg az enyémet zárója bezárva, de mondjuk a sportvilágból. Az enyémet a politikából, az övét a sportvilágból. És akkor is azt mondtam, hogy ezt nézzük meg, hogy mi történt, mert a magyar csapat olyan volt, mintha árnyéka lett volna önmagának, főleg a holland meccsen. És hogyha látjuk azt, hogy ugye megnézte 2021-ben az úgynevezett szakma, vagy a szakmai stáb, hogy milyen erőnléti állapotban vannak a játékosaink, hányszor nézték meg, milyen cselekvés következett ebből, kinek lett volna a dolga. Ha megnézték, rendben van, ha nem, akkor kinek lett volna ez a dolga. Ha valakinél láttuk, hogy gond van, nem teljesíti azt az elvárást, amit a szövetség egyébként komoly standardek alapján előír neki, akkor mi volt a beavatkozási pont? Kinek jelezték? Tehát ez egy struktúra, erre van egy felkent vezető, van egy nagyon nagy létszámú szövetség, amit direkt azért hoztunk létre, hogy mindenre legyen ember, ki legyen szolgálva a válogatott. Mindenük megvolt ezeknek a fiúknak. De mi történt? Miért vannak ezek a számok? És ennek utána kell menni, és a végén majd döntéseket kell hozni, ideértve a személyi döntéseket is. Itt Nagy László neve szóba került. Ő ugye a férfi válogatottért felelős alelnök, miközben ott ül a csapat kispadján. Most nem tudom, merre forduljak ezzel a kérdéssel. Jó ez, működik-e, és mondjuk egy szakmai következtetés levonásnál maradhat-e így? Akkor kezdem én. Sziasztok! Konkrétan válaszolva a kérdésre, azért merem mondani, mert Lacival is ezt elég mélyreható megbeszéltük. Én azt gondolom, hogy a nemzeti válogatottunkat nézzük, a legutóbbi világverseny, ahol 5. helyen végzett a válogatott, és egy egész ország szerette meg ezt a csapatot. Egymásért küzdő, és tényleg kellő alázattal, és kellő fegyelemmel, és kellő önkontrollal a pályán vívta meg a mérkőzéseiket, egy olyan szakmai stábbal, ahol mindenki tudta saját magának a szerepét, mi a feladatom, mi a hatásköröm, mi a jogköröm. Én úgy vélem, és nem szabad szőnyeg alá söpörni ezeket a problémákat, én úgy vélem, hogy mind a válogatott, mind pedig a szakmai stábnak az összhangja ezen az Európa-bajnokságon a látott 3 mérkőzés alapján egy kicsit megváltozott. Véleményem szerint
amennyiben az alelnök úr Laci a kispadon van, egy nyugodt erőt képviseljen, és a mérkőzésnek a menetét egy ember kezébe kell adni, aki azokat a döntéseket, hiszen tudjuk mindannyian, hogy a sportból jövünk, a stratégiai és a operatív döntéseket egy embernek kell egy mérkőzésen meghozni, főleg egy gólos mérkőzésen, ahol szinte semmire sincs idő a végjátékban. Tehát én azt gondolom, hogy ezt is át kell értékelnünk, újra kell gondolnunk. Többször kísérleteztünk már két edzős modellel, ha visszaemlékszünk a női válogatottnál az Európa-bajnokságon. Azt követően rájöttünk, hogy nem fog működni a dolog, hiszen egy irányú és egy csatornás vezetésre van szükség a sportban, ebben én személy szerint hiszek. Valamint aki követi a kézlabdázást az elmúlt évtizedekben, Skandináviában indult el ez a folyamat, hogy egyik edző felelt a védekezésért, másik a támadásért. Na 2-3 év alatt gyorsan lecsengett ez a dolog, és onnantól kezdve már nem használja senki. Tehát nekünk ezeket a következtetéseket le kell vonnunk. Persze, kérdés fölmerülhet, miért nem nyúltunk bele? Azért nem nyúltunk bele, mert a világbajnokságon kiválóan működött. Modellszerűen működött ez a hármas vezetési struktúra. Itt meggyőződésem, hogy valami megszakadt a csapaton belül is, illetve megszakadt az edzői stábban is. Lehet tudni, hogy mi? Tessék? Lehet tudni, hogy mi? Elnök úrra visszautalva, az elemzésünknek ez az egyik fő iránya a sportszakmai elemzésnek, hogy mi történt a stábban, mi történt a felkészülés során, tehát a felkészülésnek a periodizációjában mi történt, milyen munkát végeztünk, és azt hogyan tudtuk átmenteni ezt a formát a mérkőzésre. Meggyőződésem, hogy jó kézilabdázóink vannak, viszont az a faktor, ami a jó kézilabdázót a klasszistól megkülönbözteti, az most hiányzott belőlünk. Most nem volt világklasszisunk a pályán. Holott mindig azt mondjuk, hogy vannak klasszis vagy világklasszis kézilabdázóink. Én úgy éreztem, hogy sem tartós teljesítményben, sem pedig abban a faktorban, hiszen egy világklasszisnak nem csak az a dolga, hogy önmagával foglalkozzon, hanem magával tudja ragadni a csapattársait is. Ez most meggyőződésem, hogy nem működött úgy, ahogy működnie kellett volna. Azt lehet, hogy ezt később tudod bekapcsolni személyesen, ugye más online szakmai tanácsokat adni, mint hogyha valaki ott van és beszél, és ugye neki egy nagyon markáns kisugárzása van. De nekem, és akkor most kívülről beszélek, tehát úgy, hogy nincsenek információim, belső információk a sportáról, nekem, mint helyszíni vagy éppen televízió nézőnek úgy tűnt, hogy nincs szinkronban a három ember. Tehát, mintha nem lennének jóba. Erről beszéltem. Tehát azt, nekem így tűnt, nem tudom, hogy így van-e. Hogy nincsenek jóba, azt azért nehezen feltételezném, de hogy az a szinkron, ami a három ember közt, az a kémia, ami megvolt a legutóbb világbajnokságon, azt most én sem tapasztaltam, illetve többen nem tapasztaltuk. És akkor innentől mondjuk azt, amit felvetettél, Máté, hogy időkérések, ugye ez egy nagyon kézzelfogható, és nagyon, hát te ez vagy a szakember, tehát te mondd el, hát ez egy látható hiba mindenkinek, még annak is, aki csak úgymond kibic. De meg a Gulyás István azt mondja, hogy az időkérés az ellenfél számára is időkérés, tehát nem tudjuk, hogy ki jár jobban egy időkérésnél, egy kritikus pillanatban, hogy mi összeraktuk volna egy időkérésnél a támadásunkat, úgy ők összerakták volna a védekezésüket. Szóval ez válasz arra is, hogy miért nem szólunk bele. Először is azért, mert a világon mindenhol úgy működik, hogy egy sportszervezet elnöke nem szokott beleszólni abba, hogy ki van a pályán, ki dob, mi a taktika, mikor cserélünk és mikor kérünk időt. Hát a világ vicce lenne. Az már jogosabb kérdés, hogy az összeállításban, ebben a hármasban miért nem szóltunk bele. Egyrészt a válasz az, amit az István mondott, egy éve ez kiválóan működött, és nem voltak jelei annak, hogy most nem működne egyáltalán. Sokszor találkoztunk velük, nem volt semmi jele. A másik pedig az, hogy szerintem nem nagyon volt ember az országban, aki azt mondta volna, hogy a Gulyás István, Csema Rodriguez, Nagy László hármas az egy rossz hármas. Azért nem szóltunk bele, mert mi tényleg őszintén azt gondoltuk, hogy ez a legjobb felállás, amivel elhozhatja a Magyarország a válogatottját az EB-re. De mindenki így gondolta, tehát hogy én is szerintem mindenki, jók voltak az eredmények, a csapaton látszott egy erő, azt szintén sportot néző emberként azt mondom, hogy egy válogatotton látszik, hogy ott van, még ha ki is kap, látszik, hogy ott van az esély. És ezért volt ez hideg zuhany. Ezért nem aláztak meg minket a meccseken. Ezért szerepeltünk igen. Jól. Igen. Hát meg a holland vereség az... Hát igen, de az sem egy nagy vereség volt, egy 3 gólos vereség volt, tehát 10 gólokkal nem kaptunk ki. Ez azért van, mert vannak kiváló játékosaink, akik többször tudnak villanni, mint ahányszor mondjuk egy átlag kézilabdázótól ezt megszoktuk.
és ezért mindig átlendítik a csapatot azon a holtponton, hogy teljesen elusszon egy meccs. De ha belegondolunk, ez nem egy stratégia, ez egy szerencsejáték. Ma elnökségi ülés volt, azt mondtad, ott született konkrét döntés, személyi döntés, vagy ilyenről nem volt szó? Hát így személyi döntés nem született. Én azt indítványoztam, hogy amíg ez az egész sportágra kiterjedő, értékelő, elemző munka le nem zajlik, addig a női-férfi szakági alelnök felelőseket függesszük fel, nem az alelnöki tisztségükből, felértés ne essék, mert azt a közgyűléstől kapják, hanem ez alól a feladat alól. Egyszerűen azért, mert az értékelésnél nem fair, hogy ők maguk fogják majd a saját életüket értékelni. Tehát jelen pillanatban nincsen, mától mondhatom, női és férfi szakágért felelős alelnök. A nőket most persze idehozhatják később, hogy hogy kerülnek ide, hiszen itt a férfi kudarcról beszélünk. A nők valamivel előrébb vannak, de ott is tapintható ugyanaz a probléma, ami a férfi szakákban. Hiányzik az apai, anyai, tehát hiányzik az a, hála Istennek itt sport, vagy sportújságírók ülnek, vagy sportszerető emberek, de legalábbis láttak már pályát, tehát tudják még, hogy így érzik, hogy az a kis plusz, az a mint az izlandi játékos, eszembe jutott egy jó példa. Izland vezet 8 góllal a franciák ellen, bizonyára látták a meccsen. Van hátra, mint 40 másodperc. Egy izlandi játékosban 8 gól előnynél, 40 másodperccel a lefújás előtt van annyi, hogy vízszintesen elvetődik 5 méter messzire, hogy az övé legyen a labda. És tök mindegy, hogy hol üti meg magát, meg fája bokája, meg a dereka, meg a csípője, meg a nagylábúja, ott van elvetődés. És nekem legyen ez a szimbóluma annak, amit most próbáltam az előbb kifejezni, kicsit sületlenül, hogy nekem ez az elvetődés hiányzik. És az a nőknél is érezhető. Nincs meg az a nagyon-nagyon akarom, ez a lekaparom a vakolatot a falról, mert én akarok lenni a világelit része is, és ennek meg kell fejteni az okát. Persze a legprimitívebb dolog lenne most elkezdeni okolni a játékosokat. De hát a játékosokat edzik valakik, nem? Dolgoznak klubokban, ott vannak elvárások. Tehát egyszerűen meg kell tudni a kézzelbe szövetségnek, hogy mi van a háttérben. Beszélni kell majd a NECA-ról, a NECA szerepéről, megkerülhetetlen. Kiváló infrastruktúrát hozott létre ez az ország az elmúlt években a magyar kézilabda mögé, miközben gondoljanak bele, hogy Európa legjobb diagnosztikai meg tudományos központja ott van a NECA-n, és a magyar férfi válogatott nincs ott. Érti? Tehát hiába hoz létre a szövetség bármit, hogyha az úgynevezett szakma nem használja ezt az erőt, ezt a tudást. Nem mentünk oda. Hát azt a döntést meg kellett valakinek hozni. Gondoljanak bele. Azt is szeretném majd meghallgatni elsősorban a Lacitól, meg a Gulyás Pistától, hogy ott született egy döntés, ami egyébként helyesen a szakmai berkeken belül született, hogy nem megyünk ki az új építésű csarnokba edzeni. De hát ez egy kezdő sportoló tudja, nem? Hogy van egy új nagy aréna, ott meg kell szoknom a teret. Nem mindegy, hogy a kapu mögött a bordásfal van, vagy a tornaterem fala, vagy pedig 5000 néző. Milyen messze van a reklámfal? Nem megyünk ki oda edzeni. Ez a döntés megszületett. És nem akarjuk megszokni a teret, belakni, megérezni, belehelyezni magunkat. Tehát van nekem mentális felkészülésben is problémám, taktikaiban is, de azt már a szakmaiak elmondják. Majd illetve van egy kicsi olyan érzésem, hogy az a fajta meló, aminek megvan az infrastruktúrája, hogy meg tudjuk mondani 2021 tavaszán, hogy melyik játékosunknak milyen egyéni edzésken, stb., az nincs elvégezve. De ezt csak sejtem, nem tudom, de ezeknek kell kiderülnie majd a következő hetekben, és az megvan, majd az alapján megyünk tovább. Na bocsánat, hogy szóval. Nem, de egyrészt egy csomó kérdésemet lelőtted, másrészt nagyon-nagyon fajsúlyos témák ezek. Egyrészt az, amiről te, mint a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke beszélsz, az egész magyar kézilabdára vonatkozó kritika, ha jól értem, mert itt az utánpótlástól kezdve az élklubokig... Nem tudjuk, hogy így van. Hát mert itt attitűdön van szó, egy játékos hozzáállásról van szó, egy játékos felkészítésre, hát az hány évesen kezdődik el? De ezzel azt is mondanánk, hogy minden játékos... Nem 21 évesen. Szerintem túl hamar kezdődik el a játékosaink felkészítése, de ez már legyen szakmai kérdés, tehát túl hamar investálunk be a játékosokban nagyon sok szakmai tartalmat.
és túl sok időt tölt el az a fiatal kézilabdázó a sportágban, mire már teljesítményt kellene leadnia. Egy kézilabdázó a férfiaknál 22 éves kor alatt még gyermek, idézőjelben mondva. 22 éves kor után kezdődik. És ha belegondolunk, hogy 8 éves korától valaki 22 éves koráig kézilabdázik, hát egyszerűen az a mentális erő, az a játék iránti szeretete, legelőször is az csorbul. Tehát nem akarok belemenni a szenzitív időszakokra, stb. Egy mondat csak, és tényleg nem akarom elvenni a szót. Máté elnök úr említette, hogy az izlandi játékos odavetődött. Máté. A Sir Alex Fergusonnak van egy mondása, hogy a csoda a sportban a komfortzónán túl van. Tehát ha a komfortzónádban mozogsz folyamatosan, abból soha nem lesz olyan eredmény, amire mindenki fölkapja a fejét. Ha a komfortzónádból ki tudsz jönni a mindennapokban, na onnantól kezdve van mihez nyúlnod azokban a percekben, amikor 30-30 van és a győztes gólt nekünk kell bedobni. Én átéltem Izland ellen 2012-ben azt a horror mérkőzést a londoni olimpián, ott megvolt a komfortzónán túli csoda. Itt én nem éreztem. És egy ország elszabadult. Itt én nem éreztem. Azért... Én azt gondolom, nem akarok itt ilyen hasonlatokkal élni, John Lennonnak van egy szöveg, hogy mindenki a mennyországba szeretné jutni, csak senki nem akar meghalni. Tehát körülbelül most ezt éreztem, hogy mindenki oda akart jutni, csak azért azok az apró halálokat, most rád nézek, mert tudod, hogy minden nap meg kell halni. Tehát annélkül nem fog működni. És ha ebben nem tudunk valamit elérni utánpótlás neveléstől kezdve a struktúrákban, a képzési folyamatokban, mikor helyezzük kényszer alá ezeket a játékosokat, eredménykényszer alá, akkor nagyon nagy bajba leszünk, meggyőződésem. Ezt kell valahogy most rendbe tenni. Egy dolgot ne hagyjunk lógva. Tehát ha azt mondjuk, hogy ez az egész sportágra jellemző, akkor nem vagyunk méltányosak, meg igazságosak se. Tehát azért van olyan, aki meg tud halni a pályán. Például a Lékai Máté tipikusan olyan, aki egyszer bekattan, akkor tényleg felszedi a parkettát. Tehát ezért nem gondolom, hogy ez egy általános jelenség, de sőt a lányoknál is tudnék ilyet mondani. És ezért mondom, meg kell nézni, hogy mi történik. Tehát nem tudjuk, hogy ez sportág jelensége, nem tudjuk, hogy az van-e, amit a játékosok maguk mondtak, hogy agyonnyomták őket azzal, hogy 20 ezer magyar előtt kellett játszani. Ha így van, akkor meg miért mondták vissza ők maguk a mentális trénert? Ezt akartam kérdezni, most én vágok közben, hogy fordulhatott az elő, hogy senkinek nem jutott eszébe, hogy oda ki kell menni és edzeni kell. Tehát az hogy merülhetett föl a szakmai stábban, de ez szerintem közös felelősség. Hát, te Laci, hát nem mentek ki edzeni? De ez a beszélgetés, ez lezajlott. Tehát az, hogy senkinek nem jutott eszébe, az hogy nem igaz. Mert ugye tehát fel lett kínálva, hogy ugye mindenük megvolt a fiúknak. Teljesen látás. Tehát én tényleg azt gondolom, és ez nem a saját vállam beregetése, mert én ehhez kevés lennék, hogy mindene megvan a magyar kézilabdázóknak most ahhoz, hogy nyugodtan tudjanak készülni. Behozzák, kihozzák. Ez a kérdés, ez a beszélgetés lezajlott. Ez nem igaz, hogy nem jutott senkinek eszébe, de a stáb azt a döntést hozta, hogy nem. És onnantól kezdve, bár csodálkozik mindenki, de azt azért olyankor illik tisztelni. És a mérése is? Tehát, hogy mérni a játékosokat? Vagy ez megtörtént? Hát ez ki fog derülni. Nekem az a rossz érzésem, hogy nem nézzük ám azt, hogy évközben hogy állnak a játékosaink. Ők azt mondják, hogy nézzük, majd most meglátjuk. Hányszor, melyik napokon, milyen mérőeszközzel, mi következett abból a mérésből, hova lett becsatornázva, tehát ez egy struktúra, ennek működnie kell, minden eleme föl van töltve, van pénz, van oda ember rendelve, van felelősségi rendszer, minden. Ugye a sportért aggódunk mindannyian szerintem, akik itt ülünk, tehát azért, hogy eredményes legyen a magyar sport, és a kézilabda ezek közül, ez elnöki tevékenység, tehát miközben kritika, ez dicséret is, hogy nagyon jól ellátott sportág. Az infrastruktúra kiépül, a TAO források rendelkezésre állnak, sztárok vannak itt, komoly csapataink vannak, nemzetközi. De a puhaság, vagy nem tudom, jól fogalmazok-e ez, amiről most itt beszéltetek, tehát az, hogy nincs meg az éhség, az nincs ezzel összefüggésben? Nem lehet, hogy valahogy egy olyan követelményrendszert kéne? Nem tudom, a szövetségnek van erre esélye, hogy mondjuk a klub életbe így belefújjon? Ez lehet, hogy nincs. Csak hogy nem lehet az éhséget generálni? Van, ez finanszírozási ágon meg lehet. Ugye, sokan azt hiszik, hála Istennek itt nem azok ülnek, akik ezt hiszik, hogy egy sportszövetség úgy működik, hogy nekünk valami, nem tudom, ilyen fiók szervezeteink a klubok. Ezek önálló gazdasági társaságok. Lényegében semmi köze nincs egy klubhoz, a Magyar Kézilabda Szövetségnek, ha belegondolnak. Azon túl, hogy van köztünk egy finanszírozási viszony. És ezen az ágon lehet csak belenyúlni. Tehát azt
és szerintem nem is helyes, nem is lenne helyes, ha eljutnánk odáig, hogy azt a szövetségből mondanák meg, hogy melyik klubban milyen játékos lehet igazolni, meg kinek mikor kell pályára lépnie, meg nem tudom én micsoda. Ez egy vicc lenne, ráadásul a tulajdonos ki is kérné magának. Finanszírozási ágon, illetve a standardek előírása ágán meg lehet csinálni. A magyar válogatott játékosokra vonatkozó külön edzéstervek elkészítése nem haladja meg az erőnket. Félreértés ne essék. Tehát pont az Istvánék azok, akik mindent megtesznek azért, hogy a magyar válogatott játékosok mögött legyen egy szakmai, tudományos és mindenféle szempontból megtámogatott edzésterv, program, akármi. Végre van-e hajtva a klubban? A játékosnak van-e arra belső igénye, hogy ő ezt végrehajtsa, az egy másik kérdés, azt nem tudjuk. Ellenőrizni sem könnyű. Hát Győrben látszik egyébként, hogy a norvég játékosok a győri edzés után ott maradnak még, és végrehajtják a norvég szövetség által megküldött egyéni képzési programot. Miközben a magyarok már zuhanyoznak és mennek haza. Majd csodálkozunk, hogy év végén megvernek minket. Semmi csodálkozni való nincs ezen. Hát fizikumukban, mentális felkészültségben, eltökétségükben előrébb vannak. Miért ne vernének meg? Mindig meg fognak verni, amíg nem változtatunk ezen. Van egy csomó ilyen dolgunk, csak most nyilván a klubok ekézése távol álljon tőlem, de kell kötni velük egy dílt, főleg azokkal, akik válogatott játékosokat birtokolnak, hogy mi lesz az a jövőben az a program, amit közösen hajtunk végre. Az jutott még eszembe itt ennek kapcsán, hogy itt ez a szakmai bizottság, azért itt nagyon komoly szaktekintélyek ülnek, majdnem mindenkit ismerek én is személyesen. Itt az egyik legfőbb kritika újságíróktól érkezik, de olyan újságíróktól, akik azért benne vannak a szakmában, tehát gondolom beszélnek szakemberekkel, interjút is lehetett olvasni több médiumban, hogy egyszerűen nem játszik korszerű kézilabdát a magyar válogatott. Ez mit jelent? Mi a korszerű kézilabda? Én most ezt föltettem kérdésként mégis, mint szakember, hogy akkor beszéljünk erről, hogy mit kellene, azt látjuk, hogy nem sikerül nyernünk tétmeccsen, most, tegyük hozzá, most nem sikerült nyernünk, mit jelent, miért? Ugye hát a taktikát, az, hogy milyen kézilabdát játszunk, azt első körben a nemzeti válogatottnál, ellentétben a klubokkal, a válogatott humán erőforrására kell szabni. Milyen játékosai vannak? Ki adja a keretet? Nem tehetem meg azt, mint egy-egy élklub, vagy nem tehetjük meg, hogy az én elgondolásom, hogy az a játékos nem jó, akkor kirúgjuk és hozunk helyette másikat. Tehát itt az adott erőforrás, az az állomány, ami a játékos állomány összetételéből ad, arra kell kitalálnunk a megfelelő taktikai variációt. Mit tudnak ezek a játékosok? Nem akarok belemenni a spanyol és a különböző skandináv stílusokba. Jelenleg én azt mondom, hogy a válogatott taktikai repertoárja véleményem szerint picikét szűkös volt, de az alapstratégiája a játékosok technikai, taktikai állapotára, alkati megjelenésére az helyesen volt megállapítva. Az, hogy kicsikét beszűkültünk, és nem tudtunk váltani mérkőzés közben, amikor már nem működött bizonyos stratégiai elem, nem tudtuk színesíteni ezt a támadó munkát, vagy éppen a védekezésben nem tudtunk stratégiát váltani, ez már értelemszerűen egy szakmai probléma volt. De hány napot készültünk rá? Hát 4 éve. A legtöbbet azokat, amióta elnyertük az Európa... időszakban mi készültünk. Hát jó, de amióta elnyertük az Európa bajnoki rendezést, azóta tudtuk, hogy lesz Európa bajnokság Budapesten. Hát volt idő. Tavaly nyár óta tudjuk, hogy kivel vagyunk egy csoportban. Mennyit készültünk mi taktikában? Az látszik egyébként, hogy a Bodó-Bánhédi páros kapcsolatot azonnal leszerelte az összes ellenfelünk, mert arra készültek. Egyébként a stáb dolgozott valamit, és én most nem ítéleteket mondok, csak arra próbálom önöket inspirálni, hogy mielőtt ítéleteket mondunk, hogy kinek honnan kéne távoznia, azelőtt meg kell nézni, hogy mi történt. És ezért fogjuk meghallgatni a Gulyást, a Nagy Lacit, Csemát, mindenkit, hogy ott mik történtek, tehát mik voltak a döntések hátterében. És akkor meg fogjuk érteni, mert bizonyára ők valamiért itt döntöttek, és azt majd el fogják mondani, meg kell őket hallgatni. Lehet, hogy olyat mondanak, amit eddig nem tudtunk. Csomó játékosunk motiválatlanságáról is szerintem fognak beszélni. Az is egy érdekes rész lesz. Azt lehet tudni, hogy miért? Hogy egyenlőre ezt hagyjuk, mert hogy még nincs vizsgálat. Voltak. Hát nem, ez a vizsgálat egy kicsit a rendőrségén hangzik. Bocsánat. Igen. Nem, hát kell egy tiszta kép. Nem, az kijött azért a stábból, hogy vannak játékosok, akik...
akik nem annyira motiváltak, mint szoktak lenni. Most kérdéssel se hagyd, ne mondjak neveket, mert azonnal kipécézésnek tűnik a dolog. De szerintem akinek van szeme, az látta, hogy nem azt a saját árnyéka volt önmagának. És az volt a válasz, hogy nem kellően motivált, de nem tudom, mitől lehet motiváltnak lenni, ha nem egy hazai rendezésű EB-től 20 ezer szívvel, lélekkel szurkoló magyartól. És valószínűleg a játékosnak is lenne erre egy válasza, ha itt ülne. És azért meg kell tőle kérdezni, hogy mi újság van. Mégiscsak eljátszottunk egy óriási nagy lehetőséget a sportág életében. Egy hazai rendezésű EB-n. Ugye szóba kerültek a klubok, meg szóba került az érdek, a közös érdek, illetve kérdezem mindkét irányba, hogy létezhet egy a magyar kézilabdán belül olyan, hogy közös érdek? Tehát Létezni kell, igen. Hát az, hogy a Győrben játszó magyarok le legyenek jól edzve, az a Győrnek is érdeke, meg a magyar válogatottnak is. Erejükön felül, a komfortzónájukon túl, ahogy az is tanul. Illetve én azért abban mindenképpen abba az irányba indulnék el, hogy ezért egy sportágat mindig a nemzeti válogatott eredményessége határoz meg. Hát ez az. Tehát ezt a dominanciát és a nemzeti válogatott sportszakmai érdekeit, benne van minden, ami a sportszakmához tartozik, azt nekünk érvényesíteni kell. Tehát nem a BL győzelmek, gratulálunk, örülünk neki, de nagyon jól tudjuk, hogy aki valaha is olimpiai ciklusban dolgozott, hogy egy olimpia az mit jelent a sportág számára, kijutni az olimpiára, és az olimpián úgy szerepelni, hogy tudjuk biztosítani a sportág számára a következő ciklusnak a feladatrendszer, illetve támogatási formáit. Tehát ebben nem gondolom, hogy vitát kellene nyitnunk, hogy a nemzeti válogatott elsődlegessége és eredménye az a sportág számára perdöntő. Igen, mert most azért a külső szemlélő, a nézők, a szurkolók a kézilabdában úgymond csak úgy mozgók, hogy a gyereküket leviszik kézilabdán, jelenleg azt látják, hogy nincs meg az eredményesség. És ez néha megvan az eredményesség. Tartósan nem beszélhetünk arról, ebben igazad van, mint egy norvég vagy egy dán csapatnál, hogy tudjuk mindig, hogy ott lesznek abban az 1-5-be, 1-6-ba, egyszer kiesnek mondjuk ebből a pixisből. A világelithez tartozni akarás, ahogy sokszor hallottam ezt a mondatot, hogy a világelithez akarunk tartozni, az azt jelenti, hogy a világelithez tartozik a mögé tett meló is. Az infrastruktúra készen áll, bocsánat. Igen, ugye közben azért, és akkor most egy ilyen védőkérdés egy kicsit, hogy közben azért látjuk, hogy Izland a középdöntő csoportban tudott bravúrt okozni, úgy, hogy közben a Covid az alapvetően megtépázta az izlandiakat is, illetve nagyon sok mindenkit. Jó, egy kicsit térünk át a rendezvényre, az eseményre. Mégis csak egy kézilabda Európa-bajnokságot rendez társrendezőként Magyarország, de hát mi vagyunk a úgymond a főszereplők. Van egy olyan kis Covid igazolás, amit még kaptam a, nem tudom, olyan pont már magyarok sajnos akkor nem játszottak, de volt a magyar meccsen is. A lényeg, a kritikák, mely szerint egy kicsit szabadabb a Covid kezelése Magyarországon, arra azért elég csattanos választ kaptunk a német válogatott esetében, de a Nemzetközi Szövetség és a nagy nemzetek milyen visszajelzést adnak, mennyire elégedettek a szervezéssel? Szabadok a szabályok. Hát először is ugye Magyarországon a Covid szabályokat azt nem a Magyar Kézilabda Szövetség határozza meg, hanem az erre vonatkozó jogszabályok. A másik az, hogy a Covid protokollt, ezt nem a Magyar Kézilabda Szövetség készíti el, hanem az Európai Kézilabda Szövetség, mi azt tartatjuk be. Tartjuk és tartatjuk be. A rendkívül udvariatlan húzás volt, mondhatnám már olyan megszokottan franciás, hogy megérkeznek egy országba és közlik, hogy mi a nem jó. Emlékeznek vissza, a foci EB-n is ezt csinálták. Ott azt hiszem az volt a baj, hogy a Marriottban nem lehet teljesen kinyitni az ablakokat, csak egy kicsit. Tehát ez egy udvariatlan és kicsit arrogáns magatartás, hogy ők megérkeznek valahol, és a vendéglátóba azonnal belerúgnak egyet. Miközben aztán egyébként a szegedi Domtéren ők maguk fotózkodtak maszk nélkül szurkolókkal, meg az egyik őjük ki is lógott a karanténba, meg szóval. Fogjuk föl ezt inkább politikai típusú nyilatkozatoknak. Maga, tehát azok, akik elvárják tőlünk, hogy jó legyen a rendezvény, az Európai Kézilabda Szövetség, az annak az elnök erről nyilatkozott, tehát ott nem kell találgatnom, hogy mit gond, ő teljesen elégedett azzal, ami történik. Vannak keretek, ki vannak jelölve, mi ezeken belül azt gondolom, hogy szívvel, lélekkel mindent megtettünk azért, hogy minél több magyarnak jó szurkolásban legyen része. Azzal nem tudok mit kezdeni, ne haragudjanak, hogy a bejáratnál mind a 20 ezer embernek adunk egy
mi a neve ennek a fejnek? FFP2-es maszkot. Így a kezébe adjuk, és a magyarok fölveszik, de ha megnézik a francia szurkolók, ők meg nem. És én azt hiszem, hogy a magyar szurkolók is elég lelkiismeretesen tartották be ezeket a szabályokat. Ha megnézik a közvetítési felvételeket, most nyilván a B-középszerű hangos kiabálók kevésbé, de azért a többség betartotta, nem történt olyan dolog a csapatok szállásán sem, ami miatt félni kellett volna. A németek voltak a másik udvariatlanok, akik ugye idejött Szlovákiában, szlovák csoportban voltak, és azt mondták, hogy milyen szerencse, hogy ők ott vannak, és nem nálunk, mert Magyarországon embertelenül rossz a helyzet, majd ott 11-ből covidosak lettek. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy mind a magyar, mind a szlovák fél, ahhoz képest, hogy van egy világjárvány, mindent megtette a jogszabályokon belül, hogy ez jól sikerüljön. Nekem emiatt nincs lelkiismeret furdalásom. Mozgásterem sem nagyon volt, hozzáteszem, nem hoztam Covid döntéseket, de amik voltak, szabályok, azokat betartottuk. Ja, aki kint volt az EB-n, az látta, hogy egyébként minden salangmentesen működik és megy. És azért itt van egy létesítményünk, amely még sok komoly rendezvénynek, eseménynek helyt adhat. Miért éri meg ilyen infrastruktúrát építeni? Hát erre sokféle válasz van. Hadd mondjak önöknek egy számot. Készült a Corvinus Egyetem munkatársai, könyvvizsgálók, mindenféle ilyen fontos és szakmai emberek által egy anyag. Ezt jellemzően minden világesemény előtt elkészítik, közben is, meg utána is. Ami kimutatta azt, hogy mi a várható bevétele ennek az Európa-bajnokságnak, és ez egy szerény becslés, mert ugye a Covid miatt nagyon óvatosan számoltak mindennel. Nem is számoltak egyébként annyi szurkolóval, ahány megjelent Magyarországon. Gondoljanak egy Szegeden egy szerb-horvát teltházra, már ott ugye a határ közelsége feltételező, hogy ők haza is mentek gyorsan utána, de azért csak azt akarom mondani, hogy ez egy óvatos becslés, és ez szerint ugye 16-17 milliárdos forgalmat generált az EB. Persze szembeállítható az EB szervezési költségeivel, ami ilyen 6 milliárd körülre rúgnak, de azt gondolom, hogy több ilyen világesemény, ráadásul azért értsünk egyet még a bírálóinkkal is, hogy ez az esemény nem csak ezt az EB-t fogja kiszolgálni, hanem a következő, reméljük, hogy 30-40-50 évben még sok mindent, kifejezetten megtérülő. Abba is gondoljanak bele, hogy régen a nagy koncertek, fiatal koromból emlékszem, azok mindig megálltak Bécsnél és Prágánál. Emlékezzenek vissza. Most azért van Budapesten egy olyan aréna, ami Európa egyik, szerintem a legnagyobb, de ebben még vita van, de mindenképpen a két legnagyobb közül az egyik Európában, ami itt van, és ez használható 27 féle sportágra. Tehát az a vízesportoktól elkezdve a jegesportokon át, a biciklisportok, a küzdősportok, a teremsportok, mindenre. A 27 hetet ne úgy értsék, hogy meg a gyorsúszást azt külön kezeltük. Tehát rengeteg féle igényt kiszolgál, ideértve a kulturális rendezvényeket, koncerteket is. Szerintem az ország nem lett szegényebb ezzel az arénával, hanem több lett vele. Különös tekintettel arra, hogy a Papp László aréna meglehetősen kihasznált. Csak mondom önöknek, hogy 2019-ben azt hiszem nem tudtunk a 2021-es Magyar Kupa Férfi Final Four-ra helyet foglalni a Papp Lászlóban. Csak mondom. Tehát szerintem egy ekkora város, meg egy ekkora agglomeráció, főleg, hogy most már azért a környező országok számára is szerintem nőtt Budapest súlya, ki tudja szolgálni ezt az épületet. Én büszke vagyok arra, hogy a kézilabdások miatt épülhetett ez meg. Annak megörülök, hogy nem csak a kézilabdások látják majd hasznát, hanem sok-sok tízezer magyar is. De a sportágnak még ugye van egy olyan, hát azt mondom, hogy tartozása, de az, hogy még a szegedi kézilabda csapat kapott egy csarnokot, egy ilyen csarnokot, gondolom ez egy közös ünnep is, mert hogy hát megérdemelték. Hát az eredmények alapján szerintem igen. Hát most aki nem szereti a sportot, az mindig át fogja számolni, hogy ebből mi minden más lehetett volna venni. Ezt ha valaki, ugye most van egy pár éve egy új jelenség, ez a politikai sportújságírás, ez korábban emlékszem, hogy lett volna. Volt a kézzel, de a szövetségnek is szocialista államtitkár az elnöke, és senki nem foglalkozott vele, de egyébként baráttetelét és sok mindenkit említhették, de most megjelent egy pár éve ez a politikai sportújságírás, és ebben a műfajban rendszeresen át szokták számolni, hogy amit az aktuális kurzus
mostani kormány a sportra költ, abból mi mindent lehetne venni, és az általában egészségügyre számolják át. Tehát aki innen nézi a dolgot, annak mindig drága lesz a Szeged. Aki onnan nézi, hogy Szeged egy magyar nagyváros, amelyiknek van egy több mint 40 éves kiváló férfi kézilabda csapata, ahol egyébként az aréna már az első pillanattól kezdve teltházat biztosított a szegedi szurkolók számára, hogy ez a csapat az ott közösséget formál, hogy bevételt generál, hogy mégiscsak ad egy identitást annak a városnak. Most nem azért mondom, de Veszprémet is a kézilabda csapata tette föl az európai térképre, ha belegondolnak. Mi persze ismerjük a magyar történelmből Veszprém érdemeit, fel tudnánk sorolni, na de hát a világ mit tudott róla, amíg nem volt a kézilabda csapatuk. És szerintem ugyanaz a helyzet Szegeden is. Arról nem beszélve, hogy most a Szeged a második éve azért szemmel láthatóan előzi a Veszprémet, tehát hogy megérdemelték-e, én egyes nyugalommal azt tudom mondani, hogy szerintem igen. Használják is ki, csináljanak oda sikeres magyar sportot, hozzák a dicsőséget a városnak, az országnak, szerintem ez nem probléma. A sport valamilyen szinten, sőt teljes egészében beruházás az emberi tőkébe, tehát az egészséges életmódra nevelés az valamilyen formában, tudom, hogy hosszú távról beszélünk, azért az meg fog térülni. Tehát infrastruktúra nélkül nem fog működni, tehát nem tudunk felületet biztosítani a gyermekek számára a sporttevékenységre, és nem oda szocializálódnak, honnantól kezdve ez le fog csapódni már a korai felnőtt korban is, az egészség faktorban. Én ebben teljesen egyetértek, tehát most mondom, hogy összetenni a két gyümölcsöt, a almát és a körtét. Nekem a prevenció erre a kulcsszavam, tehát úgy gondolom, hogy amikor egy gyerek, és ezért kezdtem azzal, hogy micsoda esély volt a kézilabda sport előtt, hogy képzeljük el, játszunk el a gondolattal, hogy ez a válogatott bemegy a négybe, és nyer egy kiki meccset a négyért, 5 millió néző előtt, és azok a gyerekek lemennek, és azok a gyerekek valószínűleg egészségben, stb. Tehát ezt lehet tovább fokozni, de térjünk vissza a végén még egy kicsit a kézilabdára. Azért nyugtassatok meg, hogy a következő hazai rendezésű ugyan női világeseményre, szakmailag akkor ezek a problémák megoldódnak. Ezt most mint szurkoló kérdezem. Korábban meg kell oldódni, véleményem szerint. A nők előbb, érdekes módon a nőknél... Előbb kezdtük előbb, igen. Tehát ott a nőknél volt egy belső igény is. Egyen. Így van. Ott is kellett egy nagy... Sokkoló eredmény kellett ahhoz, hogy fölkapják a fejüket. Igen, meg az olimpia közelsége. Hogy fölkapják a fejüket. Sokan okoltak minket a riói olimpia miatt, és... Ezt kevesen tudják, komoly sportújságírók ebben nem álltak be, hála Istennek ebben a sorba, hogy amikor mi átvettük a szövetséget, akkor a riói olimpia már elment. Tehát ott már érdemben nem volt arra lehetőség, hogy oda kijussunk. És az valóban azért az minden sportszeretőt szíven ütött, hogy a magyar válogatott, se nő, se férfi nincs az olimpián. És ugye foggal körömmel akartuk. Hozzáteszem a fiúk, ha az a tavalyi VB 5. helyen, ha ezt egy kicsit korábban produkálják, akkor kint lettek volna az olimpián, de zárója bezárva. De a lányok kint voltak, és ott előbb elkezdődött egy munka, volt rá egy belső igény is, meg volt egy vezetői igény is. Tehát a Kati felismerte már, most a Páringerre gondolok, bocsánat, ha értetetlen voltam, a Páringer előbb felismerte, hogy ennek azért van jelentősége, és ott nem mondom, hogy jól állunk, mert az elején már utaltam rá, hogy nekem, aki távolról nézem az úgynevezett szakmai munkát, mi a kifogásom vele, de jóval előbb tartanak, mint a fiúk, ez tény. Azt kell még definiálni, azt belekaptam az előbb, és nem szeretném lógba hagyni, mert látom, hogy a közvélemény zsizsege miatt, és most megy a Nagy László és a Mocsai tanár úr között ez a vita is itt a játékstílusokról, amit szerintem hagyni kell, hogy hagy vívjanak le, mindenki mondja, hogy mit miért gondol jónak, de azt én nem tartom helyesnek, hogy tényleg egy világszínvonalú infrastruktúrát létrehoztunk Balatonbogláron. Egyébként egy komoly sporttudományos központ is ott kialakult, tehát ott elvileg nem csak eszköz van, hanem tudás is, csak azt akarom mondani, amit egyébként nem használ a magyar kézilabda sport. És ami ennél lehangolóbb, hogy a... Nem is lehangolóbb, inkább ugyanígy értékelésre szorul, hogy a hazai rendezésű Európa-bajnokságon egyetlen egy nekás volt, az is Uros Borzas a szerb válogatottban. És ilyenkor azért szerintem érdemes azt a beszélgetést minimum lefolytatni, hogy a
A magyar kézilabda sport hova pozícionálja ezt az egyébként világszínvonalú intézményt, aminek az élén van egy jól felkészült ember? Tehát mi a hiba? Ugye mindannyian érezzük, talán igyekszem jól átadni a bennem levő gondolatokat, hogy minden megvan, itt az oroszlán le kéne győzni, és a kettő között nincs kapcsolat. Nem megyünk oda, nem használjuk, hogy ennek személyes oka lenne. Vagy nem teremtett meg a magyar kormány, a magyar adófizetők jóvoltából mindent oda a kézilabda sportágnak? Vagy mi a probléma? Miért nem használjuk? Miért nem jön onnan olyan gyerek, akit ugye hány éves a nekonsa? 8 éve. Bocsánat, de azért most pontos számot nem tudok mondani, de ez elég sok válogatottat adnak, ha jól tudom. Egyet sem. Felnőtt válogatottról. Ebben egy van. De hát a Vámos Petra van a női válogatott. 2013. szeptember 1-jével nyitottak a kapuit. De bocsánat, a felnőtt válogatottnak az eredménytelensége az, hogy a magyar férfi kézilabda válogatott egy Európa-bajnokságon döntő meccsen, időkérés nélkül verességet szenved, az a NECA felelőssége? Nem. Akkor miről beszélgetünk? Az utánpótlásra. Az elitképzésről, illetve az utánpót, a kiválasztási manis, ugye még nem egyszer értem, mondom. Nem, ezt most nem teljesen értem egyébként, mert van egy szakmai bizottság. Hát a válogatottnál ezek szerint én azt hallom, hogy nem feltétlenül folyt megfelelő munka. A szakmai bizottság nem tudott szólni, nem tudta elérni, nem tudott, az elnökség nem tudott szólni, tehát hogy jön ide a NECA? Hát a NECA úgy, elmondom még egyszer, a NECA a legerősebb és leggazdagabb kézilabda intézmény Magyarországon. Most 9 éves, 2013-as. Igen. 13 óta ugye a NECA tett egy vállalást. Ez a válogatott elitképzésre vonatkozó. Eltett 9 év, 8, legyünk jöjjönetek 8. Egy tényszámot tudok mondani, a két felnőtt válogatottunkban a Vámos Petra az egyetlen nekás. Ennek oka van. És én azt gondolom, hogy a Lacinak, meg a professzor úrnak a spanyol játék stílus jóságáról vagy nem jóságáról lefolytatott vitája után arról is kéne beszélgetniük, hiszen a magyar kézilabdázás két meghatározó emberéről van szó, hogy ennek mi az oka. Ez tényszám. Ez tehát ez most egy olyan téma, ami egyrészt fontos, mert de akkor le kell ide ültetni. Egyetértek. Elnök ura, erre próbálok Mocsai Tamást, Nagy Lászlót, Kocsis Mátét. Hát és akár engem is, de én is meghallgattam előbb őket. Meg kell beszélni, mert ez így, hogy én most felhívhatom a Mocsai Tamás, hogy te Tamás kapcsolódj be, légy szíves, de ez így. De most remélem nem tűnt úgy, hogy megvan a Tamás támadva. Nem, az édesem. Nem, mert szerintem egy közös, tehát egy... Hozzáteszem, a kézilabda szövetség, én vagyok az egyetlen, aki mindig minden vitában megvédem őket, két okból. Egyrészt, mert Mocsai Lajosnak a személyes teljesítményet tekintélyt parancsol, és tiszteletet. Másrészt pedig az ő kettejük munkája, hogy ez az intézmény van. Tehát azért, ami jár, az jár. Tehát lehet piszkutálni a professzorulat sok mindennel, ezek általában személyes dolgok, de ezt a két dolgot illik neki elismerni. Az én állításom nem ez. Az én állításom egy tényszám. Van két felnőtt válogatottunk, tele fiatal játékosokkal, egy nekás van benne. Egyébként, ha azt mondjuk, hogy ez nem gond, nekem az is válasz. Én azt elfogadom, mert miért lenne több, az is válasz lehet. Csak akkor meg azt kell megnézni, hogy azt az infrastruktúrát, ami ott rendelkezésre áll, akkor ne csak egy játékos rendelkezésére bocsátsuk, hanem használja a többi is. Az meg már igen, az már Nagy László, stb. A szakmai irányvonal kérdése. Mert csak a Vámos Petráért ezt az infrastruktúrát szerintem luxus csinálni. Miközben egyébként azt is tudom, hogy például Lajos soha nem zárkózik el attól, hogy oda menjen bármelyik válogatott. Ne. Nekem mindig elmondja. Nem, de ezt képest nem mennek oda. Értik, mit mondjuk? Tehát én nem tudom, hol a hiba, de valami nem. Igen, tehát ez azért egy árnyaltabb. Árnyaltabb, igen. Helyzet meg... Tehát én azt gondolom, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémia, illetve az össze, a teljes akadémiai rendszerünk. Ugye azért nem tudunk beszélni arról, hogy most akadémiai rendszer, mert a többiek, ugye a másik öt akadémia, az 2 éve kezdte el a működését. Tehát nincs mögöttük semmilyen tartalmi, szakmai tartalom, amit most fel tudnánk valamilyen szinten pozitív, vagy éppen negatív irányba róni számukra. A NECA viszont olyan bázis, és véleményem szerint nekem az, ami egy picikét hiányérzet, egy olyan bázis van mögöttük, ami egyértelműen az elitképzést kellene, hogy szolgálja. És az elitképzés nem más, mint a felnőtt nemzeti válogatottba való idézőjelben mondva termelés a játékosoknak. Uh-huh. És ebben úgy érzem, hogy az elmúlt években
években a számokat tekintve nem történt meg az a szintű investáció, amit mi elvárhattunk volna. Véleményem szerint. Jó, én azt javaslom, hogy ezt szerintem úgy kell megbeszélni, hogy itt van a másik fél is, mert ez így viszonylag erre szálljuk nehéz, a következő heteket. Viszonylag nehéz. Véleményt kértél, tehát... Nem, persze. Nem látom a szoros összefüggés a tavalyi VB 5. hely után a idei EB 15. hely... A tavalyi VB 5. sem volt. De úgy értem, nem látom az összefüggés, hogy ez a NEK-nak a felelőssége lenne. Nem felelőssége, tehát, egy szegmens az utánpótlás nevelésünk. Változatlanul állom. A NEK-a azért az... Hogy mondjam, akkor fogalmazok világosan. Nek a tabu téma évek óta a kézilabdázásban. Én, mint aki egyébként nem a sportág szakmai mélységeiből nézem a dolgot, mint az Istvánék vagy Lajos, tabu téma. Azt én nem tartom helyesnek, hogy van a sportág mögött mondjuk egy adott egységnyi erőforrás, akkor annak a felosztásáról ne lehetne azért beszélni, mert valaki azonnal személyesnek veszi. Most ez történik. Mindig ez történik. De minden beszélgetés odafut ki, ahova ez lassan kifut. Hogy miközben a NEK-nak a magyar kézilabdát. Hát azért el tudnám mondani, hogyha megnézik az alapító okiratot, hogy ott mit vállalt a NEK, és ahhoz képest mi történt, akkor ez a vita hamar lezárulna. De minek után nem a sporták belső feszültségeinek az indukálása a cél, hanem az, hogy feltárjuk a problémát, és a rendelkezésünkre álló erőforrásokat jobban használjuk fel, mint most. Ezért én azt állítom, hogy azt a vitát meg kell nyitnunk, hogy a NEK a infrastruktúráját, a magyar felnőtt kézilabda válogatott milyen okból nem használja, mikor egyébként brutálisan jó. A NEK-en úgy, nem tudom, jártak-e ott, brutális. Tehát az a hely, arra még a németek meg a norvégok is azt mondják, hogy az böcsületes. Tehát elbújhatunk ezek elől, évek óta ezt tesszük, személyes okai vannak, még egyszer mondom, de szerintem itt van a remek alkalom arra, hogy kinyissunk olyan kérdéseket, ami nem személyes, nem, tehát az egésznek a végén az van, hogy ebben a sportágban nem lesz több erő és háttértámogatás, mint ami most van. Ezt kell jobban felosztani. És hadd mondjak még egy dolgot, és nem akarok csapongani, csak az előbb eszembe jutott valami. Gyakran halljuk, és nekem erőnléti problémám van, mert például azzal a tudással, ami a Mocsai professzor uréknál van, ha azt használnánk, az a biztos, hogy előrelépnénk, csak hogy ne tűnjek végképp valami támadónak, Isten ments, a tanárulat én tényleg respektem, de ha használnánk azt, amit ők tudnak, váltig állítom, hogy nem hallgatnánk állandóan azt, hogy a magyar játékosok fáradtak. Ugye? Tehát bizonyára emlékeznek, mindig elfáradtunk, elfogytunk. Gondoljanak bele, Magyarországon van egy fejnehéz férfi bajnokság, a Veszprémmel meg a Szegeddel, ezek játszanak egymással 4 meccset egy évben, 2 a bajnokin, 2 a kupában. Lényegében a többi meccs az lefutott. Most már csak az sincs, mint régen, hogy a Tatabánya még itt ott szorongatja azért őket, hogy elkapják a Szegedet, vagy akár. Van ez a 4 meccsük, van 14-5 BL meccsük reálisan, attól függ, meddig jutnak. 17 van a szám, a végig játszák. Igen, a végig, tehát ugye az nem szokott megtörténni, legalábbis rég történt ilyen. Számoljuk 15-tel. Van 15 BL meccsük, meg 4 komoly hazai meccsük. Ez 19 mérkőzés, minőségi értelemben vett komoly mérkőzés. Ehhez képest, itt van is erre számom, ez Németország, ugye kapásból ott 20 csapatos a Bundesliga, tehát nem 14, mint nálunk, és abból a 20 csapatból nem egy jó van, aki a rivális, hanem van 6-7, inkább 8 nagyon erős csapat, akikkel lehet már kiki meccset játszani, plusz még a BL, meg a stb. Csak azt szeretném mondani önöknek, hogy például egy német kézilabdázó lényegében másfélszer, talán kétszer, de inkább közelben valószínűleg az másfélszer több komoly, minőségi, nehéz meccset játszik egy évben, mint egy magyar. És mégis tőlünk jön mindig ez a fáradtság, motiválatlanság, stb. Miközben infrastruktúra van, szurkoló van, háttértámogatás van. És ha nézzünk egy átlagos példát, aztán befejezem, megérem, például vegyük a Bókát, akinek van 26 meccse az NB1-ben, 4 a Magyar Kupában. De összesen lejátszik mondjuk a Bendegúz magyar férfi kézilabdázóként 43 mérkőzést, miközben mondjuk szintén a Göppingenben, nézünk Göppingen csapatot, ez 60.
ugyanúgy ilyen középkategóriás, tehát nem a top csapatok egyik országban sem, de az jó csapatok, de nem az elit, nem a teteje. Másfélszer annyi mérkőzésről beszélünk. És akkor még ide nem vettem, hogy a Bendegúz esetében nem tudom, hogy a minőség az ugyanazt képviseli, mint a Bundesligában. De csak azt szeretném mondani, hogy amikor az van, hogy kevesebbet játszunk, mégis mi vagyunk a fáradtak, akkor nem el kellene mennünk a nekára, beszélni a professzor úrral, idehívni a sportákból mindenkit, aki már látott kézilabdázót, és megkérdezni, hogy mi újság van, hogy mit tudnak mondani. Nagyon-nagyon töredezett ez a sportág, rendkívül sok konfliktus feszíti, ez régi dolog egyébként, és én azt látom, hogy minden ilyen rivalizálás végtelés oda vezet, hogy bármit tól a magyar kormány bele a magyar sportba, mindig ezeken megcsúszik ez a dolog. És szerintem itt a remek alkalom, hogy ezt felszámoljuk. Legyen ez a végszó, és ehhez is jó munkát kívánok, és a szakmai jellemzéshez is jó munkát kívánok, és kívánom, hogy siker legyen, újra siker legyen, mert ez szerintem mindenkinek a közös érdeke, hogy a magyar kézilabda az olyan legyen, mint amennyire szeretik egyébként az országban, mert nagyon szeretik. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.